szívesen, természetesen a kérésre is, mert megszoktam 40 éven keresztül, úgyhogy így jöttem. Köszönöm a benneteket. Isten hozott mindannyiutokat, és hiszem, hogy ez a találkozás, amit ő készített számunkra, ez gyümölcsöző lehet ezen az alkalmon is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Szent Fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk őtől jön, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Uram, ma is, most is, ezen a helyen is, amikor a kezembe oda tetted a te igédet, amikor szívemre helyezted a te szavadat, akkor mielőtt ajkamra tennéd, azt csendet kérek tőle. A szívem csendjét vágyom tőle. Azt a csendet, amelyben csodákat tudsz adni, utálni, nem csak azok felé, akiknek hirdetem, hanem magam felé is. Ajándékozz meg ezzel a visszafordulni tudó, és mások felé odafordulni tudó mennyei csodával, azzal, hogy te szólsz, azzal, hogy jelen vagy lelked által, azzal, hogy itt vagy, aki köszöntöttél minket, aki csendesen és váratlanul átöleltél minket, aki elmondtad, hogy a te akaratod szerint való, hogy az egy szükséges dologra ma figyelni tudtunk, hisd meg, tárd ki a szívünket a te drága igéd előtt. Szent fiad, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgassál meg bennünket. Amen. Amen. Drága testvéreim, Istenünk szent igéjét az egyik evangéliumból olvasom. A Márk írása szerint való szent evangélium 9. részéből, a 9. rész 14. versétől egy összefüggő történet, a néma lélek kiűzésének a története, a 14. verstől a 29. versig, ahol ezt találjuk. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság felbojdult, és eléje futott, hogy köszöntse őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt neki valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és ahol hatalmába keríti, földhöz vágja őt, habzik a szája, és megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és mikor meglátta Jézust a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett, és habzott a szája. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta gyötri ez a betegség? Ő pedig ezt válaszolta, gyermekkora óta. Gyakran vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal felkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te néma és süket lélek, én parancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Az pedig felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, meghalt. Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba,
a tanítványai megkérdezték tőle maguk között, mi miért nem tudtuk kiűzni. Ő pedig ezt mondta neki, ez a fajta semmivel sem üzhető ki, csak imádsággal. Szeretett testvéreim, ugye egy nagyon kedves ige, remélem ismert mindannyiutok előtt, a ti számotokra is. Ma, és tegnap este is, amikor még egyszer belenéztem, hogy Uram, én jövök ide a testvérekhez, és ha te elhozol, akkor nélkülem nem megyek. És ha megyek, akkor a mondani valóddal megyek. Ha nem töltöd meg a szívemet, üres szívvel nem megyek. És akkor meghagyta ezt az igét számomra. És tudjátok, arra gondoltam, amikor ezeket a mondatokat a Szentírásból olvastam, hogy mi gyakorlatilag vasárnapról vasárnapra visszajárunk ide. Visszajárunk ide Jézushoz, mint a tanítványok, egy-egy út után. Valami csodálatos élmény egyszerűen az Úr Jézus Krisztus szavára elindulni egy hét munkás hétnek a szolgálatára, és csodálatos érzés ide megérkezni, egy akarattal meghirdetni mindazt, ami a héten volt. Én nem tudom, te hogy szoktál lenni a Krisztussal való párbeszédben, de kimondva, kimondatlanul, hát ha te is elmondod, hogy Uram, a héten itt meg itt voltam, mindenüven elvittelek. Uram, a héten ezt és ezt mondtam, de minden szavamat nem mindig járt át. Az az erő, az a hatalom, az a szeretet, ami benned van, amit nekem az út kezdetén ígértél. Valahol elhagytam. Valahol nem vettem fel. Valamihez úgy kezdtem, hogy nem kérdeztem. Pedig amikor elindítottál egy munkás hétre, azt mondtad, hogy velem jössz. És nekem ez volt a lényeg. Ha velem jössz, akkor kell a hét. Ha nem jössz velem, bele se akarok gondolni, hogy mennyi szenvedés vár rá. De hát én veled indultam. És most visszajöttem, és elmondom neked őszintén, hogy melyek voltak az útszakaszok veled, és melyek voltak a magányos bolyogásaid. Mert ilyen is volt. Elmondom neked, hogy amilyen feladatot nekem adtál, abból a héten mit végeztem. És mi az, amit nem végeztem el. Amit elhanyagoltam. Elmondom neked, hogy hol, mikor tudtam könnyeket törölni a te szelítségeddel és átölelő szereteteddel, és elmondom neked azt is, ahol láttam, de maradtak a könnyek. Nem töröltem. Töröltem a magamit. Azt hittem, hogy mindenki kell, hogy törődjön a maga dolgával. És maradtak a múlt héten könnyes szemüek mögöttem. Itt vagyok, most elmondom neked. Visszajöttem, és elmondom, hogy oda, ahová gyógyítóként irányítottál engem, jó néhány helyre megérkeztem. És gyógyított a szó. Pedig emberi volt az enyém. Gyógyított egy ölelés, pedig emberi volt az enyém. Gyógyított egy tekintetem, amit néha tükörben látok. De ez a tekintet, ez az ölelés, ez a szó te voltál. És én megköszönöm neked az ilyen gyógyító beavatkozásokat ott, ahová küldtél. De bűnbánattal vagyok itt, Uram, mert nem gyógyultak meg azok mind, akikhez te küldtél. Van néhány megmaradt betegem a héten. Feljöttek életed orvosi, mennyei orvosi rendelőjébe hozzám, mert hogy a közelembe vezetted őket, mert hogy hozzám kellett, hogy megérkezzenek, de én nem gyógyítottam őket. Mintha nem lenne rendelés mindig, amikor pedig te ott vagy. És törődtem magammal, és maradtak betegek is. Na hát, így vannak ezzel a tanítványok is, akik, hát nem egy hét után, de visszamennek, és Jézus azért ugye megkérdezi tőlük egy alkalommal, hogy na,
Mondjátok el, hogy aztán milyen volt? Milyen volt kimenni és az én nevemben szolgálni? Csak volt, amikor lelkesedtek a tanítványok, és azt mondták, szinte így mondanák, szuper, gyönyörű, csodálatos, emelkedett érzés. Hallgattak a te szavadra, megmaradt a te tanításod, a mélységből a padlótfogókat felemelte, sok beteget meggyógyítottunk, még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk. És azt mondja Jézus nekik, hogy még nagyobb dolgokat is fogtok látni. Még ettől is. Még ettől is én az ember, én a tanítvány, én a megmérettem és hiával találtattam visszajövő. Te vagy az egyetlen, akinek én így is kell. Hát most itt vagyok. Így jöttél. Így jöttél vissza. Akarsz egy ilyen gyermeki jelentést tenni az Úrnak, hogy milyen volt a hét? Mondd el neki, vagy csak tárd ki a szíved, majd ő olvas. Ő abból tud olvasni. Tökéletesen ki tudja olvasni, ha odabent az van, hogy vétettem az égelem is ellen. Vagy ott van, ami ki tud olvasni, hogy Uram, dicsőítem a te neved, mint ahogy énekeltük. Mert nagy vagy, mert hatalmas vagy. Mert ha te velem vagy, ha te a jelenléted által mellettem vagy, akkor nekem semmi sem árthat. Mi árthat nekem? Még a gonosz sem, az ördög sem. És ezt mosolyogva énekeltétek, hát ez így lehet. Mert ha sikerült, akkor ez csak mosolyt. Ez csak verességet ad az ember szívébe, és a győzelmet hirdeti meg, hogy Uram, sikerült. És ilyen volt a hét. És így jöttem vissza, hogy neked erről jelentést tegyek. Akár egyikről, akár másikról, minden további nélkül ezt megteheted. Kérdés most ez ige kapcsán az is, hogy vajon felkészültünk-e mindenre, ami ehhez a tanítványi szolgálathoz kell, amivel útra bocsájt bennünket Jézus, ismerjük-e igazán önmagunkat, vagy csak olyan tételek vagyunk, hogy bármi itt a kard, itt a bátorság, megvédelek, melléd állok, nem érhet téged, vagy az ügyet? Nézd csak rám, majd én megvédem. Péter, háromszor. De így is kell ez, Péter. De imádkoztam érted. Ha vissza fogsz jönni, és ott látom, hogy sírsz, mint a gyermek, nekem akkor is kell lesz. Sőt, sok mindent, és mindenkit bízok rád. A kérdés az, hogy vajon tisztában vagyunk-e magunkkal, ismerjük-e önmagunkat, és ismerjük-e magunk mellett a kiküldő Urat, hogy ő viszont kicsoda. Mert mind a kettőt látni kellene. Mi szükséges ahhoz, hogy Isten és az ember kapcsolata tökéletes legyen, olyan legyen, mint ami után vágyakozik a mi Urunk. Mi történik, amikor Isten és az ember egymásra talál? Milyen az a csoda, ami megszületik egy-egy ilyen egymásra találásból? Az én életemnek és minden pásztor életének nagy élménye ebben a szóban is kifejezhető egymásra találás. Én csak egy ember vagyok. Te is. De ha egymásra talál Isten és te, Isten és az ember, akkor a csodák történnek. Akkor azokért a napokért, hetekért érdemes élni. És egy ilyen egymásra találás volt a tanítványi közösség és Jézus is. Egy ilyen egymásra találás készítgetett elő, ígyétek el, észre se vettétek, de a szívet, ezek az énekesek a maguk kisugárzó szavával, mert itt is voltak angyalok, Misi, elég sokan. Meg tudtuk őket számolni, hányan vannak, de tudod, hány angyalt oda teremtett a jó atya melléjük? Én nekem a sereget, angyal is itt van.
majd kérjétek számon a pásztortól, hogy amikor itt tartjuk, nem látja, nem érzi-e az angyalok seregét, érzi, tudja. A lényeg az, hogy felkészít bennünket az egymásra találáshoz, az ige hallgatásához, felkészít bennünket a mi Úrunk, és itt vannak a tanítványok. Jézus egy gyógyításáról olvasunk, de azért higgyétek el, hogy ez a történet nem csak egy gyógyításról szól, nem ez a gyógyítás áll a középpontban, hanem egy apának és Jézusnak a kapcsolata, ez a középpont. Egyébként milyen érdekes is az ember. A Krisztus korában is, és azóta is, ma is, ilyen showműsorokban szereplő emberek azon akarják lemérni az ő élményviláguk netovábbját, ami után szinte vágyakoznak, hogy egymás után hatalmas gyógyítási csodák menjenek végbe. Nem ezért jött Jézus, bocsánat. Nem fog minden halottat feltámasztani, nem fog minden beteget meggyógyítani. Ő tanítani jött. Ő tanítani jött. Az Atya üzenetét meghirdetni jött, és ahol úgy ítélte meg, hogy kell egy megerősítő jel, ott megnyílt a vakszemet. Ott látott. Ahol kellett, ott feltámadt egy halott. Amikor arról beszélt, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és Máriának és Mártának nem csak azt kellett megérteni, hogy tudom, hogy majd feltámad a feltámadáskor, hanem azt mondja, hogy én vagyok itt, aki előtted állok, az Isten. Egy vagyok az Atyával. Én vagyok a feltámadás és az élet. És Lázár kijött a sírból. Ahol kell, ott egyszerűen a lepra is lemegy az emberről, és nem akarom sorolni tovább, hogy mi az, ami megtörténik, de csak akkor is úgy, amit Jézus olyannak ítél. És talán rámutat arra, hogy ilyen hitet nem láttam egész Izraelben, ahogy a kapernaumi százados, ez a pogány. Vagy egy másik pogány asszony, aki közeledik hozzá, és gyógyulás megy végbe. A palás szegélynek megérintése által is. Ha ott az kellett, akkor Jézus nem szabad tovább. Akkor azt mondja, hogy ki érintettek? Mert itt valami végbe ment, ti azt hiszitek, nem, pedig egy nagyszerű prédikáció elhangzott. Nem hallottatok belőle semmit, de én most kihangosítom az egészet. Eljött egy asszony, mert azt várta, ha megérinti a palástomat, meggyógyul. Hát mit gondoltok, hogy jutott el idáig, eddig a vágyig, eddig az ismeretig? A rólam alkotott véleménye, elvárása, vágya, hite, mit gondoltok, csak hogy véletlenül születek meg? Hát dehogy is. Hát az egy csodálatos mennyei igehirdetés folyamata volt. És eljött és megérintett, és én éreztem, hogy az Isten tisztelet itt folytatódik, ki az jöjjön ide. Az asszony, aki nem mehetett közösségbe, most tudja, hogy oda kell menni. Neki is folytatódik az Isten tisztelet. Neki is van miért visszamennie, ahogy neked most. És vállalja mindazt, amit te. És meghirdeti Jézus, hogy a bűne meg van bocsájtva. És menjen el az egészségesek világába. Bocsánat, na erre nem gondolt a gyülekezet? Aki ott azt mondta, hogy jó, hát kolomnak, hát rengetegen vannak, hagyjad már, menj tovább. Na erre nem gondoltak, hogy ő visszahelyezi azt oda, ahonnan ő kielrugalták. Hogy ő visszamehet oda, ahonnan kikerült az egészségesek világába. Hogy ő beléphet abba a szabadságba, amit csak az Isten tud neki adni, ami az ilyennek kiáll. Ami az ilyennek kiáll, aki így jön vissza, annak kiáll, aki így hisz, annak ez jár.
Eredj el abba a békességbe, abba a nyugalomba, amiben egészen más lesz az életed, és a meggyógyultam örömével, a tőlem nyert szabadságban én munkába állítalak téged. Ami aztán egészen más lesz, mint ami addig volt. Mit gondoltok? Nem ez volt az ámen az Isten tisztelet végén? Dehogy ne. Én nem tudom, hogy neked a pontot, az ámen mikor teszi oda az Úr Jézus Krisztus, amikor megbeszélheti veled, hogy mi történt, de az biztos, hogy amíg be nem zárja a mondatot, addig ő nem tágít mellőle. Addig ő fogja mondani, mint egy munkahelyen, hogy miért nem vállalod a hitedet, ha egyszer hiszel, és senki nem tudja rólad, gyere csak ide, nem vagy te leprás. Ha az vagy, akkor gyere ide, és én meggyógyítalak. Ha az vagy, meg fogják tudni, hogy te általam gyógyultál meg. Ha az vagy, akkor te majd így is fogsz kelleni azoknak, akikről azt hiszed, hogy téged kiedrugam. Hát itt van most ez a történet is, és erre mondom, hogy itt nem csak a gyógyításról van szó. És én általában nem örülök annak, amikor egy gyülekezet élete, életminősége, híre, vonzása csak abban lenne, hogy ott hány ember gyógyult meg. De lélekben meggyógyulhat. De amikor azt mondja neki, mint Pálnak, hogy elég neked az én kegyelmem, viszed a tövised, fiú. De elég lesz neked az én kegyelmem. És ez alatt a mondat alatt meg fog születni benned egy másik. Na, így hangzik, hogy mindenre van erő a Krisztusban. Na, hát akkor is gond a tövissel. Na, akkor már tudsz menni a föld végső határáig ezzel a tövissel. Igen. Ezzel a testi nyomorúsággal, azzal a sok rabsággal, azzal a sok leköpéssel, azzal az eltávolítással, az ellen az idegen istenek elleni hadakozással, azzal a sok nem igaz prófétával, pogányok és zsidók között a Krisztus végtelen szeretetével, majd én viszlek, de megmarad a tő is. Na, ott hagyta az Urat? Nem. Hanem megélte úgy a földi életet, hogy elmondta nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség mindenben otthon vagyok, mert ő az életem része lett. Ezért mondom én, hogy nem a gyógyulás, a gyógyítás van a középpontban. De mintha nem kérhetnénk. Hogy ne kérhetnénk. De itt most nem az van a középpontban, hanem egy apa és Jézus kapcsolata. Ez az édesapa, ismerik a történetet, elmegy először a tanítványokhoz, mert hallott arról, hogy lehet menni hozzájuk. Mert hallott arról, hogy mivel jár a tanítványság. Mert Debrecenben tudnak róla, hogy mit jelent vasárnap után egy hetet közöttük eltöltened. Tudják, ne törődj vele, hogy ezt nem mondtad, vagy valami külön csatornán a mindenható Isten, de figyelmükbe ajánlom, hogy nézd csak az én gyermekem ott jár közöttük. Hallottak a csodatételekről, és eljutott a hír hozzájuk, de nem tudtak segíteni a tanítványok. És ezzel gyermekét elviszi Jézushoz. Valószínű valami epilepszia-szerű betegség lehetett ez, ami gyermekkora óta írja, hogy gyötörte a gyermeket. És ez az apa azzal az elvárással megy oda Jézushoz, ahogyan elvárásokkal mi is megyünk hozzá. Sokszor érzem. Jönnek, adja meg nekem ezt, gyógyítson meg engem ebből, ezt várom tőle, elvárásaimmal megyek Jézushoz. Várjuk, hogy tegyen csodát, várjuk, hogy gyógyítson, várjuk, hogy segítsen a bajban, várjuk, hogy hozzon ki bennünket nehéz helyzetekből. Úgy várom tőle dolgokat sokszor, hogy nem vállunk vele semmiféle közösséget. Hogy nincs vele semmiféle kapcsolatunk. Hát ez így nem működik. És én emiatt vagyok eléggé szomorú,
a stadionokat megtöltő hatalmas tömeggel néha a sorokat sugárzó közösségi együttlétekkel, nem tudom, egyedül Isten tudja, de van egy ilyen érzésem, hogy egy adott tömegben, egy hatalmas nagy tömegben mindenki csak a maga elvárását akarja kielégíteni, és megy tovább, ki van a dolog pipálva, megy tovább, de nincs ezzel a gyógyító Jézussal, a gyógyítani tudó, a tanítani tudó, az Atyától küldetésben itt lévő Jézussal semmilyen kapcsolat. Na hát ez így nem működik. Az apa ráadásul először ugye nem Jézussal találkozik, és a tanítványok cselekedete egy kicsit lehangolja, hogy nem sikerült neki. Joggal várhatta az apa a tanítványtól a segítséget. A tanítványok pedig az ő visszamenetelőknél azt mondják, hogy nem sikerült. És a beteg is ott van, a képviselője is ott van, az apa is ott van, nem sikerült neki. És a néma lélek nem hátrál meg. És a betegség megmarad. És nem történt semmi a tanítvány beavatkozása által. És az apa szinte csalódik. Csalódik abban, amiben nem lenne szabad. Vajon a mai élő gyermekei az Úr Jézus Krisztusnak nem járnak sokszor így? Egyszerűen az emberek, vannak olyanok, akik a saját erőjükre nézve Krisztus nélkül maguktól akarnak cselekedni a Jézus nevében, de Jézus nélkül. És én hallok ilyet. És valamiért Isten a lelkem közelébe hoz ilyet, hogy emberek a szájukra veszik az én szerető Uramnak, Jézusnak a nevét, egy gyógyítással kapcsolatban, egy beavatkozással kapcsolatban, de semmi közük Jézushoz. Ez egy nagy veszély. Az utolsó időkkel sajnos együtt járó dolog, amire az embernek tekinteni kell. Találkoznak a tanítványokkal, és a tanítványok, ahogy mondja az ige, keményen hangzik, a hitetlenségükkel. Az Úr Jézus Krisztus kritikát fogalmaz meg velük szemben, mert hogy nem sikerült. Meddig szenvedlek még titeket? Hú, de kemény beszél. Pedig szereti őket, nagyon szereti őket a Mester. Meg kell tanulni az akkori és a mai tanítványoknak is, hogy csak azzal a hatalommal tudunk szembenézni a rontó erőkkel, csak azzal a hatalommal, amilyen hatalommal Jézus legyőzte a halált. Nem kevesebbel, mert a kevesebb nem. Mert a kevesebb nem ad megoldást, de azt a hatalmat nekünk a megváltó megígérte. Ezért, hogyha azt a hatalmat nem kérem, akkor csak beszélnek. A Jézus nevét az ajkamra veszem, de nincs mögötte a léleknek, a szívnek, a tanítványnak az a mennyei töltöttség, amit Jézus a kiküldő tanítványnak ígér, adott és adni akar folyamatosan. És itt van előttünk ennek az édesapának ez a csalódottsága. Valamit lehet tenni, szállj meg minket, mondja ő maga. Ő áll a szívében, talán kezdi feladni az egészet, de amit Jézus mond, az engem megfogott. Ha akarjátok azért a szívetek táblájára írjátok fel, ha lehet valamit tennem, kérdezi Jézus. Ha lehet valamit tennem, ezt kérdezed? Hát minden lehetséges annak, aki hisz. Na most miről beszél itt Jézus? Arról beszél és azt mondja el, hogy nem az a kérdés, hogy ő benne megvan-e ez a hatalom.
Nem az a kérdés, hogy ő rendelkezik-e ezzel a gyógyító erővel. Nem az a kérdés, neki felébreszteni álmából annyi egy gyermeket, mint Lázár feltámasztani a halálból. Higgyétek el, hogy annyi. Hát aki által a világ mindenség megteremtetett, bocsánat, olyan nagy dolog lenne? Nem. Nem. Nem erről beszél Jézus, hogy ő ezt, ha megteszi, akkor rendelkezik-e ilyen hatalommal, de azért visszakérdez, hogy micsoda, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Na itt van az, amikor visszamutat rád. Gyermekem, a helyzet megoldható. A gyógyulás véghez vihető. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Ott működik az én erőm. Abba kiárad az én erőm és hatalmam. Aki hisz. Aki hisz. És ez nem kis dolog. Mit mond a hit, a mi hitvallási irataimban az igaz hitről? Azt mondja, nem az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igényében kijelentett, hanem egyszer, mint az a szívbeli bizalom is. A Heidelbergi K.T. 21. kérdése írja, ez kérdés felelete. Az a szívbeli bizalom is. Ennek az apának szinte ezt mondja, hogy te most így jöttél. Mert azért ez a Jézusi szó szól az apának, higgyétek el, szól a tanítványoknak, és ha itt vagy, akkor Istennek az a szándéka, hogy hozzád is és hozzád is szól. Hogy vajon megvan-e benned az a szívbeli bizalom, a hitnek az a csodája, érzése, látása, hogy kiáradhasson az, ami megvan, ami nem kétséges. Jézusból ez a rendet teremtő erő. Ez a gyógyító hatalom. Hogy kiáradjon az, amit az Atya elkészített a te számodra is. Itt van, a tied lehet, működhet, de ehhez kell igazán a hit. Olyan ez, mint amikor a kisgyerek felmászik a magas fára, aztán le akar ugrani, és le is ugrik, mert látja, hogy ott van a fa alatt az apja. És most nem azt mérlegeli, hogy vajon van-e ereje elkapni engem, hanem bízik abban ez a gyermek, hogy ő, ha leérkezik, az apjától segítséget kap. Bízik abban, hogy természetesen ez megvan. Amikor te egy ilyen ugrást végrehajtasz, akkor az a kérdés, hogy vajon te magad látod-e, érzed-e, hogy ott van valaki, aki meg tud téged fogni, aki számodra élet és igazság lesz. Minden lehetséges annak, aki hisz, mondja az ige. Minden oda tud bízni Jézusra, ott is, akkor is, amikor emberileg már semmi lehetőség, remény nincs. Ilyen ez az apa. Ilyen vagyok én. Igenis eljutok sokszor, többször, mint kellene, mint illene az Isten gyermekeihez. Eljutok odáig, amikor szinte feladnám. Ahonnan vártam, nem kaptam segítséget. Ismeritek ti ezt, ugye? És akkor ott van Jézus, és megkérdezi, hogy hát ez a segítség megvan. Te ezt megkaphatod? De megkérdeznek már a hitet felől, hogy ott rendben van minden. Az a hit együtt jár azzal a bizalommal, ami ezt ki tudná árasztani. Ez a hit, amelyet ajándékba kaphat az ember az Istentől, olyan, mint mikor az ember egy szakadék szélén megáll, kétségbe esetten tekint át a túloldalra, mert tudja, hogy ott van a megoldás, és ott van előtte a szakadék. Mi kellene oda? Egy híd? Egy híd, amin átmegyek. Na ez a híd, meg az imádság. Ez a híd az, amire ott, a két part között szükség van.
a gyógyulási, a megvigasztalódási, az Isten melletti szabadság megéléséi, az ő nyugalmába, békességébe való belépésig, amikor már minőségileg más az életed, hogy oda el tudj menni, a szakadékot, a hitel és az imádságod át tudnál hidalni. De vajon ezt a mennyei ajándékot elfogadtad-e? Tudod-e, hogy ez a hit lépkérdés a számodra? Na ez az apa is aztán rájött, hogy itt most akkor a történet egy kicsit másról is szól. És akkor mondja, hogy hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemen. Milyen érdekes mondat. Magától nem jutott volna el idáig, én sem, hogy kimondjak egy ilyet, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemen. Illik vagy nem illik, ott van a szívemben. Elvárod tőlem, vagy nem várod el tőlem, jellemző ez rám. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Az Istennel élő kapcsolat fontossága a legnagyobb ajándék. Isten megadja nekünk ezt. Nem csak a körülményeket engedi meglátni nagyon nehéznek, hanem olyan mélységekre is elvezet, ahonnan aztán csak ezzel a hittel kiálthatunk fel hozzá. Igen, megenged olyan mélységet, műtét előtti állapotot, rossz indulatú daganatot, hosszan elhúzódó betegséget, az orvosnak lehangoló szavát, az emberek véleményét, hogy itt mi az, ami rád vár. Magány, egyedül lépett, tanástalanságot, annyi mindent megenged Isten, hogy végre onnan lentről kiáltani tudjál már hozzá. Hogy azt a hidat megépíthesse már, amit a hited és az imádságod jelent. Mert azon át kell mennem. Mert előtt akkor csak félsz meg remegsz a szakadék szélén. De azon át lehet menni. Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemen. Minden lehetséges annak, aki hisz. Én ezzel szeretném bezárni a gondolatot, de két ilyen mondattal. A hiszek, de segíts a hitetlenségemen. Ez rávilágít arra, hogy mennyire tökéletlen az élet. Hogy mennyire nem tökéletes sokszor, hogy mennyire nem olyan, amilyennek lenni kellene. De ugyanakkor másrészt meg is erősít, hogy az Úr Jézus Krisztus által a képességeink növekedni tudnak. A tanítványnak a képessége is növekedni tud. Minden lehetséges annak, aki hisz. Ez a diploma. Ez van felírva. Ez a képesítése, ez az, amit őtől lekaphatsz, ha hiszel. És ez a tanítványtól is elvárható, joggal elvárható, amivel szolgálni tud, minden lehetséges annak, aki hisz. Mi azzal az Úr Jézus Krisztussal vagyunk ma is együtt, akiben a hitünk megnyugszik, akinek minden lehetséges. Ha vannak kérdéseid, hát akkor vidd. Ha vannak vágyaid, ismertesd meg vele. Ha azt látod, hogy járhatatlannak tűnik az út, vagy szakadék van előtted, mondd el neki, és ha oda tudtál menni, palástot megérinteni, a közelében szavára figyelni, az egyszerű emberi szavakon keresztül az ő beszédét kihámozni egy vasárnapi Isten tiszteleten, egy dicsőítésén, az előtte való csendben, akkor ő oda fog hívni, hogy gyere közelebb egy kicsit. Gyere közelebb, mert én most újra megbízlak. Én most újra pályára állítalak. Én most azzal a hittel és azzal a bizonyossággal akarlak elindítani, amire nem fogják mondani, hogy nem sikerült nekik, hanem hálát adnak azért, hogy a nevemben ott jártak. Jó nap! Gyümölcsöző életet! Győzelmeket kívánok neked! Az Úr Jézus Krisztus nevében lelkeket meggyőző győzelmeket! A magad élete fölött győzelmeket! Házadnépek között győzelmeket, a gyülekezetek közösségében győzelmeket, mert erre rendelt a mindenható Isten. Adja Isten, hogy így legyen.
Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Győzelmekről beszélsz néha veszteseknek. Eredményekről beszélsz az eredménytelenségről is beszámolóknak. A te erőd felmutatását, hatalmad megismertetését hozod az erőtelennek is, és a hatalommal szolgálni néha nem tudóknak. De olyanokhoz szóltál, akiket nagyon szeretsz. És ez személy szerint most ezen a helyen egyen-egyenként mindannyian elmondjuk, tudom, hogy te engem szeretsz. Annak ellenére, hogy ma így jöttem vissza a betegeimmel, a még meg nem gyógyultakkal, ahol nekem nem sikerült. De olyan jó, hogy hozzád jöhetünk. Velük együtt. Ahol kellett enni adni a tömegnek, ott is elmondtuk, hogy nekünk nem sikerül. És odavittük azt a keveset. És mi vihettük a sokat, a túl sokat. Eljöhettünk a betegeinkkel, hogy ahhoz mi kevesek vagyunk. És te megáldod a tieidet azzal, ami nem csak elég, hanem csordultig sok is. Így bocsáss bennünket útra, és így halljuk meg a te szavadat, a te biztatásodat. És így gondolkozzunk el azon, amikor visszakérdezel az ilyen bizonytalankodó tanítványaidnak, mint ez az apa, a lehetséges. Sokszor állunk elé így, hogy igazán nem bízva abban, hogy te meg tudod adni, de hát elmondjuk, bocsáss meg a mi hitetlenségünknek ilyen szavaiért, ami mögötte nem vagy, csak a szánkon van a neved, de a szívünkből hiányzó. Bocsáss meg nekünk ezért, de legyen áldott a te neved, amikor ott vagy, csordultig a szívünkben, és téged szól a szánk, és sikerekről számolhatunk be. És vissza akarunk jönni majd egy hét múlva is úgy, hogy neked sikerült általunk, és meggyógyultunk. Urunk Istenünk, áld meg a pásztorokat és a nyájat, együtt a nagy tanítványi sereget, e városba kirajzókat, betegeket, meglátogatókat, olyanokhoz elmenőket, akik vagy várnak, vagy nem is tudják, hogy kit várjanak, de mi megyünk a te nevedben. Készítsd elő az utat, készítsd elő a mondandót, a tanítás, ami tényleg gyógyít lelkeket. És ha kell, akkor lesznek jelek is, gyógyulások is a testben is. Urunk Istenünk, hisszük, hogy a szívünk, ami nyitva van előtted, onnan te ki tudod olvasni most a hangos szóval el nem mondott imádságunkat is. Hisszük, hogy te már ezt ismered. Ezt már meghallottad. Urunk, hallgass meg bennünket. Legyen meg a te akaratod most és minden időben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ilyen az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, megköszönlek benneteket a mindenható Istennek. Először neki hálát adok érettetek, hogy ezen a vasárnapon most együtt lehettünk. Jó volt itt lenni veletek. Szeretnélek megajándékozni a szavakon túl még valamivel titeket. Elkészítettem én egy
egy-egy ilyen kártyát, amire egy-egy bibliai ige van írva. Minden kártyán más van. És egy imádkozó kéz. Nem akarom megnézni, hogy még lenne pontosan neked való. De megkérem a szolgatársaimat segítségképpen is, hogy segítsenek abba, hogy oda viszik, és akkor egyet vaktából kihúzol. Ha azt készítette az Isten, akkor azt el fogod vinni a szívedben, és gondolkozz el rajta, hogy miért éppen azt. És ha lesznek válaszaid, akkor azt hiszem, hogy igaz, hogy beszélő viszonyban vagy az Istennel. Ő már elkezdett beszélni, de akkor válaszolj rá, és adja Isten, hogy erre a válaszra legyen elegendő erő, hitet, az az erő, amit ő adhat, amivel ő szentelhet meg. És én köszönöm a barátságot, és köszönöm a meghívást, amiben Isten helyet készített a szívetekbe arra, hogy itt tudjak lenni. Isten áldása legyen, és maradjunk veletek.